Adj vért, mert az élet ott van minden csebben. Kérik a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai. Városunkban több százan tesznek eleget rendszeresen ennek a felhívásnak, és rengetegen köszönhetik meg a segítségüket, hiszen a véradók egy alkalommal levett 4,5 deciliternyi vérmennyisége 3 ember életét is megmentheti. Emellett pedig nem elhanyagolható az sem, hogy a levett vért nem csak műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez használják fel, hanem vérkészítményekhez is szükség van rá. Van ez a mondás, hogy jobb adni, mint kapni. Erre szólítjuk fel véradóinkat. Vért adhat minden 18. életévét betöltött személy, illetve aki még a 65. életévét nem töltötte be, egészségesnek érzi magát, és a testsúly az 50 kilót eléri. Vért adni mindig örömteli egy donornak, hiszen jól esőjezés tudni, hogy ilyen egyszerűen segíthetünk másokon. Mint mindenhol, a véradások szervezőinek is fontos, hogy újabb donorokat vonjanak be a véradásba, hiszen egyesek a koruk, mások pedig a kialakult betegségeik miatt esnek ki belőle. Ez az első véradásom. Amint betöltöttem a 18. életévemet, elhatároztam, hogy szeretnék másokon segíteni, és eljöttem véradásra. Élete első véradása után megkérdeztük Láda Bernadettet, hogy érzi magát. Teljesen jól vagyok, semmi bajom nincsen. Így elsőre féltem, hogy úristen, lesz velem valami, de nem. Mivel anyukám is, vagy nővérem is vért, így kipróbálom én is, és jól vagyok, jól érzem magam, tudtam segíteni másokon, és így jövök máskor is. Az első véradás olyan élmény, amire mindenki szívesen emlékszik vissza. Ez a 4. véradásom. 2 éve volt körülbelül, hát... Kicsit azért úgy izgul az ember előtte, de igazából nem veszélyes. Nekem a 21. véradás. Egy kicsit nagyobb izgalommal járt, de természetesen hát ezeket a kis tűszúrásokat ki kell bírni. És utána, amikor megszólultak, akkor mindig arra gondoltam, Istenem, ez legyen a legnagyobb tűszúrás az életembe, ami vérrel jár és segít másokon. Nagyon-nagyon régen volt, 18 éves koromban, még a textilfeldolgozóban. Ott kezdtem. Tanulmány megállapította, hogy a rendszeres véradókat kevésbé sújtják a gyakori, népbetegségnek számító egészségügyi problémák, mint például a szívinfarktus vagy a stroke. A véradók többségét azonban leginkább a jó szándék, a másokon való segíteni akarás motiválja. Én református lelkész vagyok. Na most, hogyha innen indulok ki, már pedig én innen indulok ki, akkor ez azt jelenti, hogy a Golgotai kereszten Jézus Krisztus vérét, életét adta értünk. Nekem is kötelességem másokon segíteni, ha vért kell adni, akkor így. Eddig hála Istennek nem volt semmi probléma, sőt szerintem még jó is, tehát a közérzetemre nézve jó a véradás, kicsit könnyebbnek érzem magam, nem szoktam este álmos lenni, szépen megy minden sorba. Én úgy vagyok vele, hogy inkább én adjak, mint hogy kapjak. Ahogy csak tudok, mindig jövök. Most irányítottan jöttem Rékasiné Magdika számára, holnap lesz a műtétje, és akkor most így, de mihint tudok, mindig jövök, ha csak nem jön közbe valami. Én mentőápoló vagyok, aztán egy ilyen, ahol dolgozok városban, ott volt egy véradás, és akkor ott mentünk segíteni, aztán adtunk is vért egyúttal. Aznap egy kicsit olyan fáradtabb az ember, de úgy semmi különös, tehát nem terheli meg annyira a szervezetet, hogy baj legyen belőle. Utána egy pár nappal úgy feldobódik az ember, vagy másabb a közérzete, aznap mikor adta a vért, akkor olyan furcsább, egy kicsit vagy olyan bágyattabb, de egyébként nincs probléma. Sokan nem tudják, hogy hová fordulhatnak, ha saját maguknak vagy egy-egy hozzátartozójuk számára szeretnének vért kérni. Ez a célzott véradási forma az irányított véradás. Irányított véradást szervez a Magyar Vöröskereszt is. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten, tehát célzottan történik a véradás szervezése, illetve az adás is. Bejön a véradó a véradásra, jelzi nekünk a szándékát, megnevezi a kedvezményezett beteget, és így történik az ő részére a véradás. Amennyiben csoportazonos a vér, akkor az ő vérét kapja, ha nem, akkor természetesen a vér pótlását biztosítja. Amennyiben a donor rászánja magát a véradásra, megfelelő folyadékot kell fogyasztania,
Aztán a véradás napján különösen erre figyelni, bőségesen étkezni szükséges véradás előtt. Itt vérnyomást is mérnek a donornak, és amennyiben megfelel a donora véradásra, tehát amennyiben egészséges, akkor ezután történik a tényleges véradás. A véradás alkalmával 4,5 decivért vesznek le, kényelmes székbe beül a donor, és egy megfelelő folyadék fogyasztás mellett egy negyed óra alatt meg is történik a tényleges véradás. Aki vért ad, a saját egészségének is használ ezzel, hiszen megelőző, kötelező tesztek tulajdonképpen szűrővizsgálatok. Az egészséges vérből vörös vérsejt koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke koncentrátum készül, így egy-egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet. A következő véradás, ahol a segíteni szándékozók a karjukat nyújthatják másokért, 2019. március 4-én lesz 15 órától 18 óráig Hajdunálláson a Művelődési Központban.